műsorunk második részében a főzőverseny és a lakodalom összefoglalói előtt sport. A Sűsápi Gyerekfoci Egyesület 11. alkalommal rendezte meg a gólszóró kupát. A rendezvény első napján lejátszotta bemutatkozó mérkőzését a Gyerekfoci Egyesület újonnan felállt felnőtt csapata, amit Lisztes Krisztián is megtekintett. Lejátszotta első felnőtt mérkőzését a Sűsápi Gyerekfoci Egyesület. A barátságos mérkőzést az újpesti Haladás ellen játszották, és egy igen gólgazdag mérkőzésen 8-5 arányban sikerült nyerni Sűsápnak. A mérkőzésen tiszteletét tette ifjabb Lisztes Krisztián, akinek nevelő együttese lépett pályára Sűsápon. Krisztiántól egy rövid interjút kértünk. Első kérdésünk az átigazolás terve volt. Időközben a Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy Lisztes Krisztiánt megvásárolta az Eintracht Frankfurt, aki 2024 nyarán csatlakozik az Európai Liga győztes német együtteshez. Hát több külföldi csapat is nyilván érdeklődik. Igazából elmondhatom már, ez nyílt titok, hogy a Frankfurt is érdeklődik például, aki talán a legkomolyabb érdeklődő, de igazából Ferencváros játékosa vagyok, úgyhogy én erre koncentrálok legfőképp most. És térjünk vissza a mai mérkőzésre, hogy ítéled meg, hogy játszottak a csapatok, baráti mérkőzésről beszélünk. Tényleg egy jó meccs volt, nyilván élvezem nagyon ezeket nézni, ezeket a mérkőzéseket, mert a barátaim játszanak, úgyhogy élvezettel nézem tényleg mindig a ilyen mérkőzéseket, úgyhogy tényleg jó a hangulat, jó a kaja, úgyhogy tényleg nagyon szívesen jövök ide máskor is. Bizonyára sokszor megkaptad már ezt a kérdést, milyen édesapád árnyékában játszani. Egyáltalán az árnyékában érzed magad? Sose éreztem ezt ilyen megfelelési kényszernek igazából. Nekem egy pluszt adott, hogy tudod mindenben segíteni, igazából úgy, hogy nem érzem, hogy az árnyékába élnék. Sűsápon 11. alkalommal rendezték meg a gólszóró kupát. A tornát a Sűsápi Gyerekfoci Egyesület rendezi. A háromnapos eseményt az első évben még Sűsápi Kölyök Kupa néven rendezték, majd támogatóként beállt mögéjük a Szóró Kft., így már 11 éve Sűsápi Gólszóró Kupa néven kerül megrendezésre. Idén, augusztus utolsó hétvégéjén közel 600 utánpótlás palánta lépett pályára a háromnapos torna alatt. 11. alkalommal Gólszóró Kupa itt Sűsápon. Vasárnapban vagyunk, és most már lassan vége van ennek az idei tornának is. Hány csapat érkezett hozzátok? Idén 49 csapat érkezett a tornára, ez körülbelül annyi, amennyi szokott. Sok visszatérő csapat van, igazából a Mészői Foci Suli, a Kárvályó, aki minden korosztályba indított csapatot. Sárbogárdról, tehát jó messziről is azért jönnek hozzánk most már többedik alkalomra, úgyhogy nagyon jó hangulatú volt a torna ismét. A nagy meleg azért nehezítette a játékosok meg edző kollégák munkáját, de azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát, és sportszerűség jellemezte az egész tornát. Pénteken a felnőtt csapat is kiállt, de utána 6 órakor ugye volt egy mérkőzés, és ez az első. Ugye a Sűsápi Gyerekfocinak eddig csak gyerekfocia volt, most már felnőttek is. Hogy alakult ez? Ifi csapat indult el igazából, kiegészülve egy-két régebbi Sűsápon focizó játékossal. Az élére Lipcsei Mihály állt edzőként. A meccsről még annyit, hogy szerintem felülmúltuk a várakozást, mert nem régóta van egybe így ez a csapat azért. Szerintem mindenképpen biztató volt az eredmény is egyébként. 8-5-re győzedelmeskedtünk az újpesti Haladás csapata ellen. Úgyhogy szerintem ez egy mindenképpen egy jó jel, jó előrejelzés a továbbiakra. Sűsápon most akkor mi van a régi felnőtt csapattal? Most csere volt? És ez mit jelent akkor? Milyen szinten tudtok kezdeni? Hát igazából ugye megye 3-as gárda volt itt, a Sűsáp ese. Ez a klub megszűnt most, tehát mi képviseljük most Sűsápot, a Sűsápi Gyerekfoci Egyesülete. Ez nyilván, mivel új csapatként vagyunk itt jelen, ezért a megyei negyedosztályba tudtunk csak indulni. Természetesen már az első évben a feljutás a cél a csapatnak. Sűsápi Gyerekfoci Egyesület, mit hozott ez a torna?
Tudtatok-e villantani, hiszen edzősködsz is? Igen, edzősködök most már másfél éve itt a csapatnál. Tavaly volt az első gólszórom. Ahhoz képest is már nagyon sokat fejlődtünk, ez azért így helyezésekben is megjelent, tehát inkább az ötödik helyeket el tudtuk csípni több korosztálynál is. A gyerekek mentalitása is nagyon példaértékű volt végig, ahogy egymással bánnak, beszélnek, úgyhogy mindenképpen hasznos ez nekünk is, hogy megmérettessük magunkat nagyobb csapatokkal is. Volt-e kiemelkedő eredmény, netán dobogós hely itt a 3 nap folyamán, vagy elég az, hogyha már csak a részvétel van? Hát, is. Habár dobogós helyezést nem értünk el, nagyon szép játékokat mutattunk bizonyos korosztályokba. Jellemző voltak a szép megmozdulások, és az, hogy a játékelemek, a taktikai elemek visszaköszöntek, amiket gyakorlunk, úgyhogy ez mindenképpen egy előrelépés. Az elmúlt évekhez képest a pálya szerintem nagyon jó állapotba került, bizonyára sokat is dolgoztok ezen. Én jól látom ezt? Ez így van, nagyon sokat dolgoztunk bele, mind pénz, mind energia, rengeteg van benne, és szerintem ez a színvonalát is emeli most mind a tornának, mind a mérkőzéseknek, edzéseknek. Most egy díjkiosztó van, már ez nem is tudom, hanyadék az elmúlt 3 nap során, most kik veszik át a díjaikat? Most éppen a 2014 és 2016-os korosztályok veszik át, ők a utolsó előttiek, most jön majd a 2012 korosztály, ők fogják zárni a tornát. Úriban szeptember 2-án a túrával egy időben 10. alkalommal teltek meg a bográcsok. A libadalom főzőversenyen idén nagyon sokan főztek, 24 ételt kóstolt meg a zsűri azért, hogy eldönthesse, idén ki legyen a Vándorfa kanál birtokosa. Szeptember első hétvégén Úriban nagyon sokan látogattak el. Az egy napon megrendezett libaterelő túra és a libadalom főzőverseny évek óta töretlen sikernek örvend. Idén a főzőversenyre annyian jelentkeztek, hogy a szervezőknek játszani kellett a helyekkel, hogy a csapatok elférjenek a kijelölt területen. Az ételek legalább olyan változatosak voltak, mint azok a baráti társaságok, akik között akadt olyan a Vándorfa kanálért versengő, aki távolabbról érkezett, hogy elkápráztassa a zsűrit. Tényleg ez a 10 éves évfordulónk, hogy ezt a libaterelő túrával csináljuk együtt, ahol a 15. éves évfordulójuk van, de tényleg ez az év volt az, ahol a legtöbb nevezőnk is volt, és a legtöbb ételünk is volt, mert 18 nevezőnk volt, abból 24 étel készült, amit zsűrizni lehetett, és ennek nagyon örülünk, az idő kegyes volt hozzánk, és mint látjuk, azért elég jó a hangulat is. Találkozott-e érdekes ételekkel? Milyen ételeket főznek a mai napon a csapatok? Ugye mindent lehet főzni, változatlanul mindenki azt készít, amit szeretne, tehát nincs az, hogy kifejezetten libás ételeket, ha már a libaterelő túrához kötjük, van sok libás étel is, meg van nagyon sok meglepetés étel is, amire azt mondjuk, hogy húha, még ilyet nem is ettem. És mind úgy nézem, hogy nagyon jól sikerült ételek vannak. Itt van a testvértelepülés is, ha minden igaz, ugye ők minden évben ellátogatnak, és igazi hazai ízekkel jöttek. Ők. Igen, igen. Hál' Istennek minden évben jönnek, és a csapatuk most azt gondolta, hogy egy igazi helyi sajátossággal rukkolnak elő a Mitchell, és egy 200 darab Mitchell-t megsütöttek, és ezt osztottuk szét így az emberek között. A zsűri hamarosan végez. Elég sok ételt kellett, hogy megkóstoljanak. Kik alkotják a mai napon a zsűrit? Hát a zsűri az majdnem mindig ugyanaz, a Füle Zoltán a zsűri elnöke, az a Knorrnak a séfje, Vér János, Kovács Otto, Nagy Imre, Nagy Lászlóné, és még Kisné Kisannap konyha vezetőnk. Vannak szakemberek is a zsűri között, és vannak egyszerű lakosok, akik szeretnek főzni és szeretik a jó ízeket, és bízunk benne, hogy nagyon jó döntést fognak hozni. Kigyekeznek mindenkit díjazni valamilyen módon?
Igen, azért arra igyekszünk, hogy mindenki kapjon valamilyen elismerést. Természetesen, aki kiemelkedő ételt főz, azokat külön díjazzuk, de azt szeretnénk, hogy aki részt vesz, és tényleg munkát, energiát fektetett ebbe, és nem csak a szívét, lelkét, de az ételeknek az alapanyagát is beleteszi, azt azért díjazzuk. És így mindenki fog kapni egy-egy elismerés díjat. A mai napot össze kellene foglalni, mit lehetne róla elmondani? Ott sikerült a 10. libadalom főzőversenyi túriban. Én úgy gondolom, hogy az extra létszámmal és a csapatokat körülvevő társakkal, akik jönnek a csapatokkal, nagyon vegyes, nagyon színes ételek készültek, nagyon jó volt. A hangulat az kiváló volt, tehát látjuk, hogy ezen a helyen azért elég sok csapat el tud férni, és ez a közelsége, hogy vannak egymás mellett a csapatok, ezek mindig barátságokat eredményeznek, csapatok összebarátkoznak egymással, és így születnek jó kapcsolatok és jó hangulat. Próbáljuk a két rendezvényt úgy összefogni, a libaterelő túrát és a főzőversenyt, hogy mind a két rendezvény hasznos legyen minden szempontból. Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, és nem kimértétek a zsűrit, nagyon sok finom ételt köztetek. A zsűri tagjaiból felkérem Vér Jánost, hogy értékelje a munkátokat röviden. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a versenyzőket, ebben a nagy melegben is kiálltak a bográcsok mellett. Hát a zsűri nehéz helyzetben volt, mert sok finom ételt meg kellett kóstolni. Én most vagyok először itt túriba, de tényleg nagyon jó libás ételek, nagyon jó ételek voltak. Csak 2-3 gondolatot szeretnék. Paprikának van egy nagyon csúnya tulajdonsága, 40 perc után elkezd keseredni. Hát én mindenkinek ajánlom, hogy főleg ilyen zúza, lábszár, meg nem tudom miket, fehéren főzzenek, és utolsó 20 percben ráteszik, és egy gyönyörű színű pörköltet kapnak. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, ha jövőre is meghívnak, újra itt találkozunk. Mindenkinek jó szórakozást kívánok tovább. Na, mit gondoltok, kinél Andor? Úgy, Giulio és csapata nyertek, gratulálok! Mindegy! Ezt mondom! Ez már nekünk is sok lesz! Tudtátok, hogy nem szabad messzire! Nem! Jövőre visszahozunk! Így van, nagyon ügyesek voltak! Hogy csinálsz már a jó lesz, gyere! Nagyon szépen köszönjük minden csapat munkáját! Jövőre viszont! Köszönjük szépen! Tolmáson 5. alkalommal rendezték meg a tolmási hagyományőrző falusi lakodalmat. Szeptember 9-én közel 300 vendég mulathatott és élhette át a régi idők lakodalmát a sátoros lakziban. Ötödik alkalommal rendezték meg Tolmáson a tolmási falusi lakodalom elnevezésű hagyományőrző rendezvényt, amely bemutatta a régmúlt igazi falusi lakodalmát azokkal az elmaradhatatlan mozzanatokkal, ami a régi időkben minden lakodalomban megszokott volt. A művelődési háztól a lánykérést követően indult el idén is a nászmenet, ami egészen a tájházig tartott.
ahol a Tóalmási Meseváróvoda rövid tánccal köszöntötte a megérkező vendégeket. A sikeres bejutást követően Kovács Magdolna polgármester köszöntötte a vendégeket, aki bemutatta a Tóalmási lakodalom fontos mozzanatait, majd az ifjú pár megkoszorúzta Szekeres Józsefné 2022-ben állított emléktábláját. Szeretném elmondani, hogy a szertartások rendje milyen volt. A falusi közösségekben mindennek megvolt a maga rendje, így annak is, hogy a lakodalmas háztól mikor, hogyan indul el a nászmenet, kikérve a menyasszonyt, majd pontosan milyen úton indulnak a polgári, majd a templomi szertartásra, hol állnak meg egy-egy táncra, vagy arra, hogy a lesőket itallal, kaláccsal kínálják. Megvolt a rendje az ajándékozásnak, annak, hogy kinek mit illet vinni a lakodalomba, mivel járult hozzá az eseményhez, milyen és mennyi italt, süteményt, tortát, lisztet, tyúkot vittek. Megvolt a rendje például a nászmenetnek is, mennyi ideig tarthat, hányra kell a templomhoz érni, és az iránya is meghatározott volt. A szertartás is kötött programmal rendelkezett, nagyon fontos volt, hogy elsőként a polgárit, majd a templomit tartották meg, csak indokolt esetben lehetett felcserélni a sorrendet. És a vőlegényt, hogy Erzsike néni emléktáblájánál helyezzen el egy koszorút. Köszönöm. Készülőben. Elmondom én mostan, hogy itt Tóalmáson hogy készült a kaja, mert akinek nem volt ennek, ezután lesz baja. Pörkölthöz a hagymát a temetőből szedtem. A
alulról is fogták, mikor észrevettem. Avazsírt a szakácsné úgy tudta kavarni, hogy mind a két szemét le kellett takarni. Döglött volt a csirke, a tyúk, a disznó, amit itt most esznek, de attól barátaim ti most gyorsjáratúak lesztek. Aztán azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ezt a vacsorát mivel fogjuk helyrehozni. Találtunk a spájzba két üveg lecsót, amin a szavatosság lejárt. Tudjátok, az a lecsó már vagy 10 országot bejárt. De gondoltam, én azt beleteszem, mert én kaját itt máma úgyse eszem. De adtunk ám a higiéniára. Itt ez a fakanál nincsenek hibája, mert már két hete nyalta a vőlegény kutyája. De most már nem papolok, megyek a konyhába, vissza nem jövök Habakuk napjára. Várják szeretettel a vacsorát, és mindenkinek jó étvágyat szeretnénk majd kívánni. A vacsor előtt a vőfély szavait követően az ifjú pár felköszöntötte az éppen 40 éves házassági évfordulót ünneplő újszívási házaspárt. Spár, aki a holnapi nap folyamán fogja a 40. házassági évfordulóját ünnepelni. A fiatal menyasszony és vőlegény úgy gondolták, hogy szeretnék őket köszönteni. Megkérem József Ferencet és nejét, újszilvási lakosokat, fáradjanak ide! Engedjétek meg, hogy az ifjú pár szeretettel köszöntsön benneteket ennek a nagy napnak az alkalmából, hiszen ti példa lesztek arra, amit majd, ha ők igazából házasságot kötnek, biztos, hogy fognak követni. Nagyon sok boldogságot kívánok! Üdvözlöm, polgármester asszony, 5. alkalommal, és talán még soha nem volt ekkora rendezvény. Hát igen, úgy néz ki, hogy egy kicsit kinőtte magát a rendezvény. Valóban 5. alkalommal rendezzük meg a Tóalmási hagyományőrző falusi lakodalmat. A falusi lakodalom mindenütt volt, valószínű, hogy ehhez hasonló, nagyon-nagyon sok helyen, hiszen a régi szokások felelevenítésére hoztuk létre, itt Tóalmáson, a tájházban. Úgy tudom, hogy a jegyértékesítést le is állították már napokkal a rendezvény előtt. Igen, le kellett állítani, hiszen az ország több részéről, több városából, településéről jelentkeztek, mint Debrecen, Szentendre, 60, Dunaharaszti, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Kóka, Tápiószecső, és még sorolhatnám tovább, tehát vidékről is volt rá érdeklődés. Valószínű, hogy az emberekben még élnek azok a hagyományok, mint ami a falusi lakodalom volt, és nagyon szép emlékekhez kötődik. Kik azok, akik a táncosok egy részét adják? Hát el kell mondanom, hogy az elmúlt év falusi lakodalomhoz csatlakoztak a Tóalmási és a Kókai táncegyüttes tagjai, amit hálásan köszönök nekik, hiszen ők fiatalként ismerik a magyar csárdást, ismerik azokat a régi táncokat, amelyeket szívesen táncolnak, és hozzák a lendületét a lakodalomnak, és nem beszélve arról, hogy felvállalják, hogy itt ők a hagyományőrzés színén eljátsszák a vőlegény menyasszony szerepet és a mulatás. Ami mulatás meddig fog a mai napon tartani? Reméljük, hogy sokáig tart. Bízom benne, hogy a vacsorát követően lesz menyasszonyi torta, lesz diótorta, amit ugye a menyasszonyi, tehát a házaspár fog feldarabolni, összetörni és kínálni fogja a násznépnek. Majd ezt követően lesz menyasszonytánc, és a Tóalmási lakodalmak jellemzője volt és szokása volt, ami gondolom más településen is megvolt, a szalma menyasszony. Ezt itt ugyanúgy el fogjuk játszani, vannak már jelentkezők rá. És azért el kell mondanom, hogy nem csak mi vagyunk itt, ez az igazi mag, akik jelenleg itt állnak a kamera előtt, de körülbelül 60 fő szervező van, akinek köszönhetően ez a falusi lakodalom meg tud valósulni. És azt is el kell mondanom, hogy az idén is, mint minden évben, a tóalmásiak ajánlották fel a finom
ételhez a tyúkokat is, úgyhogy sokan érkeztek tortával, egy üveg borral, mint régen. Én bízom benne, hogy ez a hagyomány nem fog megszűnni, és megmarad a jövőre is. Köszönöm szépen, és ha már ugye rendezvény van, amit ahogy a polgármester asszony is mondta, vacsora nélkül nincs lakodalom, és a vacsorát készítette a nyugdíjas klub, ugye a Lila Akász nyugdíjas klubról beszélünk, önt választottuk ki, aki el fogja mondani, hogy mit is főztek ma vacsorára. Hát 14 tyúkból főztük húsleves csigatésztával és töltött káposztát, 30 kiló darált húsból csináltuk a töltött káposztát, amit a tolmási manufaktúrától kaptunk a húsüzemből. Hát ahhoz, hogy ekkora adag töltött káposzta meg ennyi tyúkhúsleves elkészüljön, szorgos kezekre volt itt szükség. Kik voltak, illetve nem kik, hányan voltak azok az asszonyok, akik ezen az egész ételsoron dolgoztak, ahhoz, hogy ma este itt 6 óra után valamikor majd vacsora legyen? Hát tegnap olyan 10 voltunk körülbelül, este 9 órakor mentünk haza, nagyon sok kezit segítő kész volt, és akkor ma már csak 4 maradtunk, mert most már nagyon előkészültünk, és ma már csak a leves kellett megcsinálni, meg a leves tésztát kifőzni, meg hát a töltött káposztát. Úgyhogy nagyon előkészültünk az este, hogy ma még mi is tudjunk mulatni. Igen, de ma már volt egy előétel, hurkát kínáltak savanyúsággal, és azért abban is láttam itt a szorgos kezeket. Kik azok, akik a felszolgálásban majd segítenek önöknek? Hát a felszolgálásban nyugdíjas társaink segítenek, meg az óvónők szoktak segíteni általában, meg a dadusok, igen, a bölcsödei dolgozók, úgyhogy nagyon sok fiatal van, aki szívesen tálalja fel a vacsorát, meg az uzsonnát. Egy megjegyzésem lehet. Szeretném elmondani, hogy szerények az asszonyok, hiszen itt tegnap este még 8:45-kor a takartot készítették, és 900 darabot készítettek el. Úgyhogy le a karappal és az ő erejükkel, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Mert ekkora energia, ami bennük van, sajnos már bizonyos korosztályokból hiányzik. Az est folyamán találkoztunk Urbán Jánossal és feleségével, akik ebben az évben az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték. A lakodalmuk éppen a mostani tájház udvarán volt. 50 évvel ezelőtt ebben a házban és ebben az udvarban volt egy nagy nap. Miről volt szó? Hát ezen a napon volt a mi házassági évfordulójunk. Házassági kötésünk a kedves feleségemmel, drága édes feleségemmel, Annával. Itt kötöttünk házasságot a Szent András templomban, és ezen a helyen volt a lakodalom, valamint az ő házuknál, de itt volt a befejezés, itt volt a mejaszontánc, és itt volt ez a gyönyörű bátyámnak a nagylánya, aki ő volt a koszorús lányom, aki felkísért nekem a templomba, ő volt a koszorús lányom, és nagy öröm számunkra, hogy most 50 év után itt a volt házunkban, itt meg újra egy lakodalmat tarthatunk, és az örömkönnyei csorognak a szememből, amely bizonyítják azt, hogy ez a házasság, ez tényleg egy életre szólt. És most akkor kérünk szépen egy nagyon nagy tapsot, ami szakácsnőinknek. A nagyon finom étkeket készítették nekünk, kívánjuk nekik, hogy jó erő, egészség legyen, és továbbra is tudjanak nekünk ilyen finom kajákat készíteni, és most a polgármester azt mondja, átadjuk. Kedves Lila Akász, nyugdíjas klub tagok! Maguk nélkül ez a rendezvény létre nem jöhetett volna, hiszen azokat a finom ételeket, amiket a mai napon fogyasztottunk, azokat az önök arany két keze készítette. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében ezt megköszönjem, és azt kívánom, hogyha még bírják erővel, még legyenek itt a 6., 7., 8., és főzzenek nekünk. Jó egészséget kívánok mindannyiunknak! Emlőleg a harang, a hat szépen fújja.
Egy lakodalom nincs mennyasszonyi torta nélkül, amit ebben az évben is Repokné Vágó Anita helyi cukrász készített el, amit az ifjú pár szeltelt fel a vendégek számára. Ezért szokolok, tudom sajnálni az angyalok. Kedves nézőink, a Tápió Plusz magazin 10. évfolyamának 20. adását látták. Ne feledjék magazinunkat a Williams Televízió csatornáján minden vasárnap és hétfőn 21, kedden 10, szerdán 18, csütörtökön 22 és szombaton délelőtt 10 órakor tekinthetik meg. Korábbi műsorainkat megtalálják az interneten a szórumédia.hu oldalon. Új adással október 8-án jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk. Rendezvényekről, programokról örömmel fogadjuk jelzéseiket, valamint várjuk műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket. E-mail címünk tapio.plus@szoromedia.hu. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!